Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Danubia Televízió valamennyi munkatársa nevében. Lássuk, mi történt az elmúlt időszakban. Spártai küzdelem szintere volt Visegrád, közel 5500-an vágtak neki a világ egyik legnépszerűbb terepakadályversenyének. Duna Bogdány kultúrájáért díjjal tüntették ki Varsányi Violát a felvidékről betelepített magyarokról való megemlékezésen. Lemondott képviselői mandátumáról Rozsályi Károly kisoroszi alpolgármestere. Többletköltséget jelent az önkormányzatoknak, ha a szülők nem mondják vissza a gyermek étkezését hiányzása esetén. Elfoglalták a számukra kihelyezett műfészket a pilisi fekete gólyák. Bűnmegelőzési előadást tartottak a szentendrei rendőrök a nyugdíjasoknak. Ezen a héten a Visegrád Fót futballmérkőzésről láthatnak összefoglalót sportrovatunkban. Születésének 200. évfordulója alkalmából Rómer Flóris polihisztorról tartott előadást Dématúz Edit Visegrádon. Két rendezvényen is ünnepelték a költészet napját Zebegényben. Az Operaház nagykövete Kéfer György tartott előadást Pócsmegyeren. Ismét felelevenítették a régi sváb szokást Visegrádon. A sajbázás során tüzes fakorongokat hajítottak a Dunába, amelyekhez egy-egy tréfás, sőt szerelmes rigmust is kiáltottak. Híradónk végén programokat ajánlunk nézőink figyelmébe. Spártai küzdelem szintere volt Visegrád. Közel 5500-an vágtak neki a világ egyik legnépszerűbb terepakadályversenyének. Közel 5500 nevezővel startolt Visegrádon a nemzetközi Outside magazin által a világ legjobb akadályversenyének minősített Spartan Race. Talán csak a palotajátékok idején fordul meg egyszerre annyi ember a városban, mint az elmúlt hétvégén. A sportpálya volt a rajtcél helyszíne, amely sátorokkal, hatalmas embertömeggel és számos akadállyal telt meg. A verseny reggel az elit, vagyis a profi kategóriában nevezett versenyzőkkel kezdődött, majd negyed óránként 250 ember indult neki az extrém akadálypályának. A Spartan Race-re az ország minden területéről, sőt még külföldről is neveztek a versenyzők. Görözdi Máté és Horváth Rihárd Győrből érkeztek Visegrádra. Elég frankó, nem ilyen sprintre akartunk jönni először, hanem normál távra, de ez volt korábban, úgyhogy ezt vállaltunk először. A Dunakanyar települései is képviseltették magukat a versenyen. Visegrádról 3, Dunabogdányból 5, Tahitótfaluból 7, Kisorosziból 1, Pócsmegyerről 2, Leányfaluról 4, Szentendéről pedig 22-en neveztek. A Tahitótfalui Rudolf Márton először állt rajthoz a Spartan részen, és kevesebb, mint másfél óra alatt teljesítette a távot. Sokat hallottam már róla, és tetszett az ötlet. Tudtam, hogy srapabíró vagyok, ezért kiszerettem volna próbálni, hogy mit tudok. A Spartan Race-t, azaz a spártai versenyt, 7 ultramaratonista találta ki 2010-ben az amerikai Vermontban. Céljuk egy olyan versenysorozat létrehozása volt a Zöldhegység völgyeiben, amely egyrészt komoly állóképességet igényel, másrészt adrenalin löketet ad az indulóknak. Az extrém tömegsportrendezvény nemzetközivé nőtte ki magát. Mára több mint 20 országban tartanak versenyeket, sőt világbajnokságot is rendeznek. A kelet-európai régióban 4 ország csatlakozott a versenysorozathoz. Magyarországon először 4 évvel ezelőtt az Eplényi sípálya adott otthont az eseménynek, amelyen már akkor is közel 1500 nevező volt. A versenyeket 3 nehézségi fok szerint szervezik. A visegrádihoz hasonló sprint futamokon 5 és attól több kilométeren körülbelül 15 akadályt, a beast, azaz vadállat futamokon 20 fölötti kilométeren 26 akadályt, az ultra beasteken pedig 42 plusz kilométeren 56 akadályt kell leküzdeniük a versenyzőknek. A pálya nehézsége egyrészt a terepviszonyokból adódik. A szintemelkedés mellett árkok, patakok, kövek, bozótosok és meredek lejtők nehezítik a futást. A legnagyobb kihívást mégis az akadályok teljesítése jelenti. Ezek között például különböző méretű falak megmászása, drótkötél alatti kúszás, árkokon, akár nyakig érő sáros vízben való keresztüljutás, gerelyhajítás, zsákhordás, kötélmászás, illetve gyűrűn és rúdon függeszkedés szerepel. Kicsit a kötélmászás, ami nehézkes volt, mert nagyon csúszott a kötél, meg ez az utolsó, ahol így kapaszkodni kellett, akkor is volt, már hogy a kezem nem bírt annyira
szorítást. És a sárban kúszás mászással hogy álltál? Fura volt, mert ilyet még nem csináltam, de az semmi jelentett gondot, mert meg kellett találni azt a módszert, amin könnyen át lehetett rajta kúszni, és akkor nem volt utána más nehézség benne. Mi volt a módszered? Hát voltak olyan részek, mikor a lábamat hagytam, és csak a kezemmel lépkedtem, és akkor húztam magam utána a lábamat, és akkor tök jól elcsúsztam mindenen. A feladatok között vannak olyanok is, amelyekkel csak egyszer próbálkozhatnak a versenyzők. Egy-egy akadály sikertelen teljesítését 30 büntető burpival, azaz karhajlítással nehezített 4 ütemű fekvő támasszal válthatnak ki. Visegrádon 8,5 kilométert 380 méter szintemelkedéssel és 21 akadállyal kellett teljesíteniük a résztvevőknek. A sportpályától a Kálvárián keresztül a Fellegvárig kellett felfutniuk, majd a sípálya érintésével vissza a városba. A verseny érdekessége volt, hogy néhányan beöltöztek. Az indulók között kemény spártai harcosok is voltak. Fejpántodon az utolsó két számot megnézed, utána ide jössz, leolvasod, hogy milyen név van mellette. A fizikai akadályok mellett a memóriájukat is próbára tették a versenyzőknek. Ugyanis még az út első részén meg kellett jegyezniük egy nevet 4 számmal, amelyet később kérdeztek vissza tőlük. A tavaszi versenynek nem kedvezett az időjárás. A versenyzőknek felázott, csúszós terepen kellett futniuk, és 9 fokos, ködös, szeles időben kellett megmártózniuk a sáros vízben. Mi bírjuk ezt a hideget, nekünk annyira nem volt gond. Hirtelen, mikor az ember belement a hidegbe, akkor kicsit meglepődött, de utána nem volt gond. Futottam, nem volt semmi baj. Az utolsó előtti, mondhatni legnehezebb akadályhoz sokan már kimerülten átfázva érkeztek. Enyhülést a szervezők által gondosan felügyelt tűzátugrása sem jelentett. A spártai versenyeken mindig előfordulnak balesetek, de mindenki saját felelősségére vesz részt. Az indulás feltétele egy nyilatkozat aláírása, amelynek értelmében baleset esetén a versenyzők nem élnek kártérítési igénnyel. Természetesen számos mentő és rendőr is segített a verseny lebonyolításában. A küzdelem spártaiságát a körülmények is igazolták. A pályán mindössze 2 minimalizált frissítőpont volt, a verseny végén pedig a szabadban hideg vízben zuhanyozhattak le a sáros, átázott, átfagyott résztvevők. A férfiak között elsőként a szlovákiai Péter Ziska 45 perc alatt teljesítette a távot, a nőknél a bánki Gyurcsó Andrea volt a leggyorsabb, az ő szintideje 1 óra 3 perc volt. Duna Bogdán kultúrájáért díjjal tüntették ki Varsányi Violát, a felvidékről betelepített magyarokról való megemlékezésen. Fekete Péter, az Eszterházi János Társaság elnökségi tagja köszöntötte a megjelenteket a felvidékről való betelepítés évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. A rendezvényre a felvidéki Léváról és Bucsról is érkeztek vendégek. Schuster Gergely polgármester beszédében kiemelte, nincs különbség fájdalom és fájdalom között. Egy felvidéki magyarnak házát elhagyni ugyanolyan nehéz, mint svábembernek visszatekinteni kőkapujából a birtokára. Az, hogy ki honnan ki, illetve betelepített, nézőpont kérdése, mondta a polgármester. Néhány héttel ezelőtt Tejzli Józsefné Inci nénit köszöntöttük 90. év születésnapján. Bár jó lehet, Bogdányban az ő családjuk az úgynevezett betelepítettek közé tartozott. Ő viszont a történet mesélés közben végig a kitelepítés szót használta. Mi betelepítetteknek láttuk, ő kitelepítettnek érezte magát. A múlt héten Bogdányból kitelepített emberekkel vacsoráztunk. Németországban őket betelepítetteknek látták, és kezdetben kiközösítették. A polgármester hozzáfűzte, Duna Bogdány otthona és kishazája minden kitelepített, betelepített, odaszületett és beköltözött embernek. A Bucsról érkezett Mészáros Klaudia, Ápril Lajos Aranykapu, valamint Pósa Lajos a Beszögezett ablak című költeményét szavalta el a rendezvényen. Édes hazám! Édes anyám, de sok sebből vérzel. Ó, hogy is tudsz megküzdeni annyi szenvedéssel? Mégis az a legfájóbb, hogy fiaid elhagynak.
egyre több a lakatlan ház, beszögezett ablak. Kis Beáta, a Lévai Ceglédi Péter Református Gimnázium igazgatója, a Magyar Közösség Pártja országos tanácsának és elnökségének tagja elmondta, azért is kötelesség a megemlékezés, hogy a jelen generáció okuljon a történtekből, és a jövő emberségesebb, igazságosabb legyen. A II. Világháborút követően a jogfosztottság éveiben az akkori Csehszlovákiában példátlan módon tiportak egy egész nemzet jogaiba. Az ítélő magyarságot kollektív bűnösnek kikiáltva Csehországba deportálták, majd más részüket Magyarországra telepítették. Még ma is élnek az emlékezők. Az idősek szavaiból tudjuk, mennyi fájdalom és lemondás járt a deportálással. A marhavagonokban összezsúfolódott tömeg félelemben töltötte az utazás napjait, hisz akkor már közismertek voltak a náci haláltáborokban történtek, és sokan úgy vélték, a magyarságra is hasonló sors vár. Szerencsére tévedtek, de a csehországi élmények akkor sem voltak szívderítőek. Cselédként szolgáltak, mások birtokán dolgoztak, pajtákban laktak, szegényen, nyomorogva. Sokan szöktek haza. S otthon kiderült, otthonaikat már azóta szlovákok lakják, állataikat elhajtották, földjeiket más műveli. Kis Beáta elmondta, a Magyarországgal kötött lakosságcsere egyezmény álságos volt, mert míg az egyik oldalon propagandával toborozták az áttelepülésre szándékozókat, addig Csehszlovákiában nem adtak választási lehetőséget. Aki szlováknak vallotta magát, maradhatott, aki nem, az mehetett. Szinte nincs is olyan család Felvidéken, akinek ma ne lenne hozzátartozója a mai Magyarország területén, esetenként sok száz kilométerre az eredeti lakóhelytől. És így a történetek is ismertek. Tudjuk, hogy családok szakadtak szét. Anyák szakadtak el fiatal felnőtt gyermekeiktől, terhes lányaiktól, ifjú fiaiktól. A találkozás is tiltott volt. Az otthon maradottak azt sem tudták, hol vannak, mi lett hozzátartozóikkal sokáig. Tiltott határátlépésekkel, az ipoly átúszásával vagy más illegális módon segítettek magukon. A családegyesítés nem létezett. A kegyetlenség nem elsősorban drasztikus fizikai bántalmazással, hanem lelki, pszichikai, társadalmi erőszakban testesült meg. Kis Beáta kiemelte, a kitelepítettek helyzete azért is nehéz volt, mert ott kellett hagyniuk mindazt, amit családjai generációkon át felhalmoztak. Jellemző volt, hogy a módosabbakat telepítették ki, akiknek házaiba szlovák telepesek költöztek. És ami mindannyiunkat reménnyel tölthet el, az a határon átnyúló nemzetegyesítés. Igaz, nem egyszerű, hiszen vannak Szlovákia vonatkozásában olyan jelenségek, melyek még mindig traumatizálnak. Nem lehet úgy felvenni a magyar állampolgárságot, hogy a szlovák állam ne élne retorzióval. A modernkori kivándorlás pedig lassan, nagyságrendileg hasonló lesz, mint 1947-ben. Sovány vigasz, ha legalább a magyarságnak adjuk a fiainkat, és nem a nyugatnak. Ilyen körülmények között nehéz optimistának vagy bizakodónak lenni. Én nem élek önök között, nem tudhatom, mit éltek át szüleik, nagyszüleik, vagy épp önök személyesen. És azt sem tudhatom, a mai modern korban mit élnek meg. Viszont sajnálattal állapítom meg, hogy ami összeköt, az anyanyelv, kultúra, történelem, hagyomány sokak számára válik másodlagossá. Vonzóban nyugat, a fejlett európai demokrácia, esetenként pedig inkább az álliberális eszmék. De ennek ellenére ma, akik ma itt vagyunk, tudjuk, hogy mindez mulandó. Ami örök, az a hűség. Ezt követően Vörös Ákos református lelkész mondott fohászt és áldást. A képviselőtestület döntése alapján az önkormányzat Duna Bogdány kultúrájáért díjjal tüntette ki Varsányi Violát, az Eszterházy János Társaság díszelnökét. A kitüntetést Schuster Gergely polgármester adta át. Elmondta, Varsányi Viola 1934-ben a felvidéki Paláston született, ahonnan 1946-ban telepítették ki családját. Egy évvel később érkezett Duna Bogdányba, ahol édesapja kántor tanítói állást kapott. Varsányi Viola az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar történelem szakon szerzett diplomát.
Duna Bogdányban, azt követően pedig a Szentendrei Ferences gimnáziumban tanított. Tevékenyen részt vesz a helyi kulturális életben, együttműködik fiatalokkal, irodalmi esteket tart, megemlékezések előadója, a Bogdányi Híradó szerkesztőségi tagja, cikkeket ír. Könyvei jelentek meg, ahol a Két patak összeér címmel, illetve gyűjtő munkát végzett a felvidékről ide telepített családokról, a Dunabogdányba telepített felvidéki családok története 1945 és 48 között. Varsányi Violát a 2014-ben megalakult Eszterházi János Társaság díszelnökének választotta. Szülőfalujában Paláston díszpolgári címmel tüntették ki. A Ferences Gimnázium 2002-ben Hein Jenő díjat adományozott neki. Pedagógusi munkájáért miniszteri dicséretben részesítették. Az ünnepség végén az Eszterházi János Társaság nevében Katona Béla és Petrik István, az önkormányzat nevében Schuster Gergely polgármester és Németh József jegyző, a felvidéki magyarok nevében pedig Kis Beáta koszorúzta meg az Erdélyből és felvidékről kitaszított magyar családok emlékművét. Végül a jelenlévők egy-egy szál virággal tisztelegtek őseik előtt. Lemondott képviselői mandátumáról Rozsályi Károly, kisoroszi alpolgármestere. Napirend előtt szólalt fel Rozsályi Károly alpolgármester a kisoroszi képviselőtestület legutóbbi ülésén. Elmondta, nagy megtiszteltetés és öröm volt számára, amikor a falu lakossága megválasztotta. Hozzátette, azért indult a választáson, mert úgy érezte, tartozik kisoroszinak és segíteni szeretne. Ezért is vállalta a feladatot úgy, hogy nem kért érte tiszteletdíjat sem. Rozsályi Károly, aki hivatása szerint háziorvos, döntését azzal indokolta, hogy a rendelési idők és extra feladatok miatt nem tud elég időt fordítani a képviselői munkára. Ugyanakkor sajnos az az igazság, hogy a rendelési idők és az extra feladatok miatt nem tudtam olyan sokat itt lenni, amelyik szerettem volna. És például most az utolsó egy-két hónapban is előfordult jó néhányszor, hogy a rendkívülések nem tudtam eljönni. Hát történt ez a baleset velem most januárban, és egy kicsit átgondoltam az egészet, az életemet, és azt, hogy mi is az, amivel én legtöbbet tudok segíteni a környezetemnek. Ahogy fölgyógyultam és visszajöttem, nagyon-nagyon jól esett, hogy az oroszok hozzám viszonyultak. Örültem neki, hogy mindenki szólt nekem, és láttam, hogy sokkal nagyobb örömmel fogadtak vissza, mint családorvos, mint alpolgármester. Hát ez természetes dolog. Rozsályi Károly alpolgármester elmondta, úgy érzi, sok mindent sikerült tennie az önkormányzatnak az elmúlt időszakban Kisorosziért, és ő is hozzátette a magáét. Van már defibrillátor a faluban, újraindították a nőgyógyászati és urológiai szűrőprogramokat. Úgy érzem, hogy akkor vagyok felelős Orosziért is, és a családomért is, hogyha most nagyon nagy köszönettel, de mégis lemondok az alpolgármester és a képviselői mandátumomról. Képviselőből is? Igen. Úgy érzem, hogy ez a feladat, ez olyan embernek a kezébe kell, hogy kerüljön, aki sokkal-sokkal több idővel rendelkezik, lazább időbeosztással, és aki ezeket a feladatokat alaposabban el tudja végezni. A 2014. októberében megtartott választáson a soron következő legtöbb szavazatot Vörös György kapta, így várhatóan az ő személyével egészül ki kisoroszi önkormányzatának képviselőtestülete. Az alpolgármesteri tisztség betöltéséről pedig később dönt majd a testület. Tahitót faluban 3 milliós többletköltséget eredményezett az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetésre vonatkozó törvény módosítása. Az ingyenes étkeztetés tavaly szeptemberi bevezetése óta a szülők nem érdekeltek abban, hogy időben jelezzék az intézmény számára, ha nem kívánják az étkezést gyermekük részére igénybe venni. Tájékoztatta a képviselőket Sajtos Sándor polgármester a legutóbbi testületi ülésen.
A polgármester megjegyezte, több mint 3 millió forint plusz költséget jelentett az ingyenes étkeztetés bevezetése annak ellenére, hogy az erre fordítható normatívát az önkormányzat megkapta. Ugye az ingyenes étkeztetés bevezetése okán gyakorlatilag ez a rendszer nem teszi érdekelté a szülőket, hogy megfelelő időpontban jelezzék az intézmény számára, hogy nem kívánják a étkezést igénybe venni, hiszen nem kell érte fizetni. Tehát olyan a jogszabályi keret, amit ugye nekünk végre kell hajtani, ha tetszik, ha nem, hogy nincs kötelezve a szülő előre bejelenteni. Ugye, amikor még ő fizette, akkor nyilván szólt, mert nem akarta fizetni. Most miután nem kell neki fizetni semmit, és nem is jogosultsága sem az intézmények, sem az önkormányzatnak felülvizsgálni az ő igényének a jogosultságát, hanem a jogszabály úgy fogalmaz, hogy gyakorlatilag a saját jogi felelőssége okán nyilatkozik, hogy ő igény jogosult, tehát semmiféle hatáskörük és jogkörünk nincsen. Gyakorlatilag több mint 3 millió forint plusz költséget jelentett az ingyenes étkeztetésnek a bevezetése úgy, hogy megkaptuk az étkezés a normatívát, de akkora pazarlás történik, hogy erre meg kell majd azt néznünk, vagy vizsgálnunk, vagy nem tudom, mert vagy intézmények a szülőkkel ezt egy szorosabb együttműködésben meg kellene oldani. A szeptember 1-e óta bevezetett gyermekétkeztetési szabály értelmében az a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek is jogosultá vált az ingyenes étkezésre, aki olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egyfőre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 89.408 forintot. Az igényben nem vett étkezések után nem jár normatíva, ennek költségeit az önkormányzatnak kell megfizetnie. Ezért lenne fontos, hogy a szülők bejelentsék, mikor nem megy a gyermek óvodába, és lemondják erre az időszakra az étkezést. Meg kell majd azt néznünk, vagy vizsgálnunk, vagy nem tudom, mert vagy intézmények a szülőkkel ezt egy szorosabb együttműködésben meg kellene oldani, hogy legyenek olyan bejelenteni, hogy a gyermek beteg, a gyermek holnap nem jön, más elkezés van, és rengeteg, tehát nagyon magassá futott az egy adagra fordított költség az önkormányzat szempontjából. 3 millió forintra léptük túl azt a megszokott normatíva keretet, amit egyébként az utolsó negyed évben pluszként jelentkezett. 3 millió forint, nagyon sok pénz. Pusztán csak az, hogy a jogszabály lehetővé tette az ingyenes étkezés, ami önmagában nincs nekünk problémánk, csak ugye ezeknek a véletlenül jogszabálya nem kellőképpen cizell át úgy, hogy a szülő érdekelté legyen téve, hogy velünk együttműködjék. Elfoglalták a számukra kihelyezett műfészket a pirisi fekete gólyák. Műfészekkel pótolták a Dunaipoly Nemzeti Park és a Pilisi Parkerdő ZRT munkatársai a Pilismaróti erdészet területén immár harmadik éve fészkelő fekete gólyapár fészkét, amely előző télen leszakadt. Az akció sikeresnek bizonyult, ugyanis a fekete gólyák április elején elfoglalták új, immár időtálló otthonukat. A fehér rokonával ellentétben életét nem az emberek szeme előtt élő, fokozottan védett fekete gólya kedvelt élőhelyei a nyugalmas vízfolyásokkal, tavakkal váltakozó erdős területek. A pilisi visszatéréssel ismét a hűvösebb hegyvidéki területet tisztelték meg a ritka madarak. Mivel fészekpusztulás esetén a fekete gólyák nem építenek újat, pilisi visszatérésükért a természetvédelmi őrök és az erdészek vastagabb ágakat, gajakat helyeztek a műfészekre. Múlt heti megérkezésüket követően a madarak vékonyabb ágakkal, gajakkal tették otthonosabbá az építményt. Érdekesség, hogy egy hónappal ezelőtt Gemencre is érkezett fekete gólya, amelynek fészkét webkamerán keresztül meg lehet tekinteni. Bűnmegelőzési előadást tartottak a szentendrei rendőrök budakalászi nyugdíjasoknak. A szentendrei rendőrfőkapitányság körzeti megbízottjai Strelecki József főtörzsőrmester, Kökény Sándor zászlós, valamint Stankóczi Zsolt főtörzszászlós a budakalászi idősek klubjában tartottak előadást. Elsősorban egyedül élő időseket láttak el olyan hasznos tanácsokkal, amelyek segítenek abban, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává. Felhívták a nyugdíjasok figyelmét arra, hogy melyek azok a bűncselekmények, amelyeket kortársaik sérelmére követnek el, és mit tehetnek akkor, ha már megtörtént a baj. Eheti sportrovatunkban a visegrádi futballpályáról köszönti Önöket Kis Norbert kollégánk. Köszöntöm kedves nézőinket innen Visegrádról.
A mai napon a Visegrád felnőtt csapatának elméletileg szabad napját kellett volna, hogy töltse, ám a szövetség erre a napra írta ki a Fót elleni elmaradt mérkőzést. Következzen tehát ennek a találkozónak a rövid összefoglalója. Következzen tehát akkor a Visegrád Fót találkozó. Tiszta zöldben, a hazai csapat még kék-feketében, a vendég Fóti együttes, amely csapat a negyedik helyről várhatta ezt a találkozót, míg Visegrád a hetedik pozícióban tanyázott a mérkőzés előtt. Nem volt tehát óriási különbség az együttesek között, de azért, hogyha az eddigi eredményekre pillantunk, akkor némiképp talán Fót lehetett a találkozó előtt az esélyesebb. A vendégek 13 győzelem mellett 5 vereséget könyvelhettek el eddig, tehát nem játszottak még döntetlent, s íme a fóti közönség, elég sokan érkeztek Fótról. Az ultrák tehát itt voltak Visegrádon, míg Visegrád ugye 6 győzelem mellett 5 döntetlen és 8 vereséggel rendelkezett e találkozó előtt. Az első lehetőség a vendégek előtt adódott, a kapufát találták el, Orosz Dánielnek ehhez sok köze nem volt, ő védte ezúttal a Visegrád hálóját, míg Kreisz Flórián a mezőnyben kapott lehetőséget. Ugyebár ő szokta még Orosz Dániel mellett védeni a kaput, és Orosz jön ki megint jól, illetve hát ezúttal jól jön ki, az előbb nem sok köze volt a labdához, most viszont remekül mozdult ki a kapujából. Azonban ott van még a labda. Na most úgy tűnik, hogy felszabadul a visegrádi kapu. Bár jön vissza a labda, ki a jobb oldalra. Orosz ezúttal is lábbal véd. Na most már csak felszabadult a kapu. Úgy tűnt egy picit, egy pillanatra, hogy ez megtörténik korábban is. Kreisz Flórián indul meg, azonban a nagy zicsert nem tudta gólra váltani. Flóri fölé emelt. Hát egy igazi univerzális játékos, hol a kapuba, hol a védelembe, hol pedig a támadó szekcióban kap lehetőséget, és mindenhol bizonyít. Itt pedig a vendégek bizonyítanak, méghozzá azt, hogy tudnak gólt szerezni, szögletből 0-1. Gáspár Norbert a 37. percben szerezte meg a vezetést Fótnak. Íme még egyszer, hát azt nem mondhatni, hogy szabadon hagyták Gáspárt, de kapura tudta fejelni a labdát, és a kapufa, meg talán az egyik védő segítségével a gólvonalon túlra jutott a labda. Orosz közben óriási bravúrral hárít. Ez már a második játékrész. És ismételten Orosz munkában. Ezek a szögletek bizony elég nagy veszélyt jelentettek időnként a visegrádi kapura, de Orosz azért állta a sarat. Megint csak Fót jön, ezúttal is a jobb oldalon, König Attila próbálkozása, hát ez jócskám fölé mellé száguldott, de hát meglehetősen kisodródott helyzetben volt König. Ez is egy jó középreadás, újra Fót 11-ese volt munkában, de Orosz Dániel föl tudta szedni a labdát. Ez viszont a visegrádi védelemé, azon belül is Paulusz Balázsé kell, hogy legyen. Balázs azonban elcsúszik. Jó a középreadás, 0-2. Barna Gábort nagyon egyedül hagyták ott középütt, és az 58. percben megduplázza a különbséget. Fót. Hát, óriási hiba volt ez Paulusztól, de hát szegénynek meg volt a maga baja. Letámadták, labdát szereztek a vendégek. A középreadásnál pedig Barna Gáborra nem figyelt senki. Íme a vétkes, hát gyakorlatilag azért ez 90%-ban az ő lelkén szárad, de hát ez benne van a futballban, íme még egyszer, és aztán ott Barna nagyon-nagyon üresen van, nem volt túlságosan nehéz dolga, még megyei szinten sem. 0-2 tehát, szűk egy óra játékot követően innen kellene Visegrádnak valamit alkotnia, Stefan Eko alkot is. A kapuba lövi a labdát, de hát a játékvezető érvényteleníti azt. Mondván les volt. De azért próbálkozik Visegrád. Hát ha ki tud egyenlíteni, látunk már egyébként két gólos hátrányból felállni visegrádi csapatot. De csereként beállt Bermon Bendegúz lódult meg a labdával. Elhúzta Póti László kapus előtt, de aztán nagyon kisodródott, innen pedig már nem tudott jól középre adni, viszont ott van még a labda Paulusznál. Hát a jobb oldalra. Még mindig tartják a hazaiak egészen eddig. Póti kezében a labda. Nem sikerült nagy helyzetet kialakítani. Itt viszont egy újabb Fóti próbálkozás. König
lövi ki a visegrádi védelmet, ketten is a földre kerültek ettől a bombától. Volt benne Kraft. Aztán Fekete András indítja a Szedlacsek Jánost, elég kiváló indítás volt ez. Szedlacsek Zitzerben, Póti. Hát ez ennél sokkal nagyobb helyzet volt. Szedlacsek azonban nem tudott élni vele. Zseniális volt egyébként a labda Feketétől. Aztán Orosz jön ki a kapujából, és megvan neki a labda. Most talán egy kicsit feleslegesen jött ki, de aztán javította a hibáját, és visszaért. Marad a 0-2, de Fót nagyon nyom a mérkőzés utolsó perceiben. König ismét Orosz Dániel lábbal véd. Hát König Attila nagyon aktív volt a találkozón, de ő gólt nem tudott szerezni. Mint ahogyan már egyik csapat sem. Visegrád Fót a pótló mérkőzésen. 0-2. Zebegény éppen ki tudott állni a legutóbbi Megye 3-as bajnoki labdarúgó mérkőzésére Vácrátót ellen, a csapat ennek rendje és módja szerint sok jóra nem számíthatott. Bárha a végeredményre és az ellenfél tabellán elfoglalt pozíciójára pillantunk, az 5-1-es végeredmény nem is vészes. Zebegény gólját egyébként Ferenczi Roland szerezte a meccs 75. percében. Nagymaroson játék nélkül győzött a hazai csapat, Letkés ugyanis nem állt ki az összecsapásra, amit a szövetség mínusz 3 ponttal honorált. Szob nagy csatában legyűrte az élovas Püspök Szilágyot 2-1-re, Sződ viszont 3 ponttal tért haza Vácról, amivel a tabellán beérte a lista vezetőt. Ám tegyük hozzá gyorsan, Püspök Szilágy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott, mint Sződ. Vácrátótnak, Rádnak és Nagymarosnak sem kell még letennie a bajnoki címről, utóbbi csapatnak a legtöbb, 7 pontos a hátránya az első helyezethez képest. Az alsóházi rangadón Galga György 2-1-re győzött Mária Nostra ellen, amivel előbbi csapat már dupla annyi pontot gyűjtött, mint a nosztrai együttes. A sor Zebegény zárja 0 ponttal. A 23. fordulóban Zebegény szabadnapos lesz, majd április 24-én vasárnap délután 4 órától a bajnoki címre pályázó Sződ otthonában lép pályára a csapat. Hát könnyű dolga biztosan nem lesz Zebegénynek. A nyugati csoportban Tahitótfalu könnyed győzelmet aratott Pilis Szent Ászlón, a vendégek Zakara Vilmos triplájának és Dankovics Máté egy góljának köszönhetően 4-0-ra győztek. Duna Bogdánynak, ahogyan az várható volt, nem okozott gondot a tök utolsó kisalag legyőzése, Rózsa László 9 góllal járult hozzá az elsöprő 12-1-es sikerhez. Rózsa ezzel már 32 gólnál jár a szezonban, amivel vezeti a nyugati csoport góllövő listáját, 2 találattal megelőzve a Pátyi Szabó Imrét. Buda Jenő egy gólja a reményt jelentette a csapat számára, hogy ne kelljen lemondania a bajnoki címről, Csobánka másodjára sem állt ki. Ezt túl sokszor már nem teheti meg a csapat, ugyanis előbb-utóbb kizárja a szövetség az együttest, mely már így is mínusz 7 ponttal áll az utolsó előtti helyen. Visegrád a 8., Tahitótfalu a 9. helyen áll 22 kört követően. A következő fordulóban Duna Bogdány szabadnapos lesz, Tahitótfalu Pilis Szánton lép pályára, Visegrád pedig Solymárt fogadja április 17-én délután 4 órától. Egy körrel később Duna Bogdány végre hazai pályán is megmutatja magát, Fót lesz az ellenfél április 24-én délután 4 órától, Tahitótfalu Pátyon, Visegrád Pilis Szent Lászlón küzd a pontokért. Születésének 200. évfordulója alkalmából Rómer Flóris polihisztorról tartott előadást D. Matúz Edit Visegrádon. Hazánkban van elég természetbúvár, régészek nagyon kevesen vagyunk. Te valamikor feléptél a téren, térj át hozzánk, s légy archeológussá. Ezekkel a szavakkal buzdította Ipolyi Arnold püspök a Magyar Tudományos Akadémia igazgató tagja Rómer Florist, aki végül a természettudományokat a régészetre cserélte fel. A polihisztor visszaemlékezéséből Gró Dániel régész olvasott fel a hónap utolsó péntekén megrendezésre kerülő előadássorozat keretében a Visegrádi Mátyás király művelődési házban. Az alkalmon D. Matúz Edit régész muzeológus tartott vetített képes előadást, 200 éve született Rómer Flóris emlékezés egy polihisztorra címmel. A 19. században élt Rómer Flórist a magyar régészet atyának is nevezik. Emellett művészettörténész, festőművész, egyetemi tanár, valamint nagyváradi prépostkanónok volt. 1861-től levelezős, majd 71-től rendes tagja lett a Magyar Tudományos Akadémiának.
Én és archeológus. Én, ki a természettant tanítottam, aztán 5 évig könyvkötői munkával életemet tartottam fel, én ki az újabb tudománytól egészen elmaradtam. De az ohori papnak lelkesítő szavai, annak minden ablakát elfoglaló cserépgyűjteményei, a kirándulás Szent Györgyek vidékére tanúságos vezetése alatt, és én válét mondok a gyűjtésnek, elajándékoztam gazdag természeti gyűjteményemet, és lettem régészé. Az előadó Dématusz Edit jelenleg a Petőfi Irodalmi Múzeumban dolgozik múzeumpedagógusként. A 80-as években a Budapesti Történeti Múzeum munkatársaként Rómer Floris kéziratos hagyatékát dolgozta fel. Erről publikációi jelentek meg a Budapest régiségei című kötetben, adatok Rómer Floris kéziratos hagyatékából Pest-Buda középkori történetéhez címmel. Előadásában saját kutatásairól is beszélt, amelyek a tudós születésének 200. évfordulója alkalmából ismét a figyelem középpontjába kerültek. Nem csak a régészeti adatokat rögzítette, hanem utána járt a történelmi dolgoknak is, tehát próbálta a régészeti adatokat értelmezni és történelmet írni belőle, és művészettörténetet, tehát a falképekről egy szintén jelentős kötete van, tehát a falképeket is észrevette, mint az előbb mutattam. Rómer Floris Ferenc 1815. április 12-én Pozsonyban született. A német ajkú iparos családból származó fiú bencés szerzetes lett. A történelem, az irodalom és a rajz területén bontakoztatta ki tehetségét, botanikai ismereteket sajátított el. Mint bölcsészeti doktor Győrben, Pozsonyban tanított, majd József főherceg nevelője lett. A szabadságharcban való fegyveres részvételéért hosszú ideig fogságban élt, amely alatt szintén tovább képezte magát. Szabadulása után bejárta a Bakonyt, megfigyeléseit nyomtatott formában kiadta. 1857-ben visszatért a Győri Bencés gimnáziumba. Elérte, hogy a szertárából régiségtár múzeum lett. Elindította az első történettudományi szakfolyóiratot. A Nemzeti Múzeum érem és régiségtárának őre, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, nagyváradi prépostkanonokként is a magyar tudományosság részese volt. Tudományszervezőként számtalan publikációja, tanulmánya jelent meg. Neki köszönhetően 1876-ban Magyarországon rendezték az ősrégészek és antropológusok 8. világkongresszusát, amelynek szervező főtitkára volt. Nagyon sokat tett nem csak a Magyarországon a régészet megismeréséért és fellendítésért, hanem világszerte is, Európa szerte, azért mondjuk inkább csak, hogy Európa szerte is. Részt vett a különböző ősrégészeti konferenciákon, és elérte azt, hogy 1876-ban a 8. Nemzetközi Ősrégészeti és Antropológiai Világkongresszust Budapesten rendezzék meg. Akkor egy fantasztikus nagy kiállítást készítettek a Nemzeti Múzeumban, ehhez egy francia nyelvű kétkötetes kiadványt készítettek, tehát azt hiszem, máig se értük ezt el. Rómer Floris időskorára megvált a fővárosban viselt tisztségeitől. A nagyváradi egyházmegye kanonoka lett világi papként. Ám még ekkor is dolgozott. Legjelentősebb munkája Bihar megye régészeti és műemlékeinek jegyzékbevétele. 1889. március 18-án hunyt el. Temetésén, mint a magyar tudományos élet legbuzgóbb veterán bajnokát búcsúztatták. Sajnos a sírját földulták, de aztán sikerült megmenteni az utókornak, és most a Nagyváradon a kantonban található. 300 művet, körülbelül 300 művet írt, a teljes bibliográfiája, akit érdekel, most a Rómer év kapcsán nagyon sokat lendült azért a Rómer kutatás. Van egy www.romer.hu című honlap, amit ajánlok mindenkinek, akit érdekel a téma. Ott az emlékév eseményeitől kezdve a teljes bibliográfiájáig minden meg lehet nézni. Én csak most itt felvetítettem néhány jelentősebb munkáját. Az előadás végére Dématusz Edit gyakorló múzeumpedagógusként vetélkedővel készült. Rómer Floris életéről és munkásságáról az előadásban hallottak alapján összeállított kérdések szerepeltek kvíz formájában, amely összefoglalta Rómer Floris legfontosabb szakmai és életútállomásait. Ő az a típusú tudós volt, aki most úgy mondanánk, hogy a terepi tudós, tehát nem bent ült a szobában és kutatott, hanem ő kiment a helyszínre, és igyekezett mindenhova eljutni, mindenhova felmászni,
nagyon érdekes, ahogy írja, amikor fenyőfőn jár, hogy mikor bement a helyi kocsmába, azt hitték, hogy egy kőfaragó érkezik, és munkával akarták megbízni, mert kezébe volt a kőfaragó kalapács. A Romer Floris első tudományos leírásához kapcsolódó kisfilm megtekintésével fejeződött be az emlékelőadás. A Bakony természetrajzi és régészeti vázlatok című műve alapján Szabó Béla fotóművész végigfotózta azt az utat, amit egykoron a tudós szerzetes is végigjárt. 4 évig tartó munkájából album és tárlat is született. 3-an indultak volna el a Bakony feltérképezésre, csak a mai szó használatban a biológus és a geográfus az különböző okok miatt nem tudott Romerhez csatlakozni, és azt hiszem ez lett ennek a könyvnek a nagyon nagy szerencséje, hogy Romer egy személybe mind a 3 műfajt művelte, tehát a régészetet, a botanikát és a geográfiát is. Ezt követően az előadóhoz kérdéseket is intézhettek az érdeklődők. A válaszokat Gró Dániel és Gróf Péter régészek is kiegészítették. Két rendezvényen is ünnepelték a költészet napját Zebegényben. Délelőtt az iskolások adtak énekes verses műsort, este pedig közös verselésre hívták az érdeklődőket a könyvtárba. Énekes verses műsort adtak az általános iskola tanulói Zebegény főterén délelőtt, este pedig Tomai Attila helyben élő költővel verselhettek együtt a könyvtárba látogató irodalomkedvelők. A Budapesten született Tomai Attilának több verses kötete is megjelent, valamint más költők válogatott műveiből összeállított kiadványok szerkesztője, tanulmányírója, illetve szöveggondozója volt. A több mint 10 éve Zebegényben élő író, költő saját verseiből, valamint magyar és külföldi szerzők irodalmi alkotásaiból tartott felolvasást szép számú a költészetet kedvelő közönség előtt. Tomai Attila előadásának kezdetén elmondta, ezen a napon szerte az országban monstre rendezvényeket tartanak, így például Szegeden 24 órán keresztül verseket és prózai szövegeket olvas fel Darvasi László költő író és Balogh József színész egy kávéházban. Most egy kávéház 24 órán át nyitva van azért, hogy minden betérő ember verseket hallgasson és egyéb dolgokat beszélgessenek. Darvasi László amúgy is nagyon fontos, mondom, a könyvtárban is megvannak a művei. Szívernő néven is sokat ír, mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Budapesten versmaraton folyik 12 órán keresztül, szóval csupa-csupa Guinness rekord döntés. Hát megnyugtatok mindenkit, hogy itt nem erről van szó, nem akarunk Guinness rekordot dönteni, de azért remélem, hogy jut idő és kedv néhány vers meghallgatására. Tomai Attila felhívta a figyelmet arra, sokan nem tudják, hogy április 11-e nem csupán József Attila születésnapja, hanem egy másik, jelentős magyar író is ezen a napon látta meg a napvilágot. Az április 11-i dátum az nem csak József Attila születésnapja, hanem Márai Sándoré is. Mostanában talán ezt már kezdik észrevenni. Tomai Attila fontosnak tartja, hogy minél többen megismerjék Márai Sándor életművét. Van egy gyönyörű regénye, egy nagyon szerethető regénye, ez pedig a Szimbád hazamegy. Szerintem nagyon fontos egy írói életművön belül, hogy legyenek, vagy költői életművön belül is, hogy legyenek szerethető művek, hogy ne csak nagy, emblematikus költemények, prózák, regények szülessenek, hanem szerethetőek is legyenek ezek az írások. Ezt követően az alkalomhoz illően József Attila születésnapomra című versét olvasta fel az Zebegényben élő író, majd elmondta, ez a vers is azt bizonyítja, hogy a versek megszületését más költők műveinek hatása és történelmi ihletések határozzák meg. Ez a tényleg híres József Attila vers is olyan, hogy jól kimutatható, hogy honnan jön, hogy a rímei azok Karintitól, Kassáktól, Kosztolányitól átvett rímek, hogy az egész versforma az egy 19. századi francia költőnek, egy Jean Richepennek a verséből származik, aki egyébként az ő verse mottójában szintén utal valakire.
egy korábbira. Tehát ezek a legszebb dolgok véleményem szerint, ha költészetről van szó, mert jelzik, hogy ez egy nagy köztársaság, ez egy nagy közösség, ahol mindenki ismeri egymást, és mindenki bevezi a másikat. Ezek után József Attila tiszteletére írt Fehér Madár című versét olvasta fel. Az maradsz, ami mindig is voltál, hitetlen lélekkel is óhajtott oltár. Egy örök őszben megdermedt, törött naptár, az maradsz, ami mindig is voltál. Eltitkolt apokrif a Bibliából, kiűzött bárány a hulló világból, szétporló szirom egy fehér virágból, eltitkolt apokrif a Bibliából. Az est hátralévő részében magyar és külföldi költők versei hangzottak el Tomai Attila előadásában. Befejezésként a hallgatóság soraiból is bekapcsolódtak néhányan a versmondásba egy-egy költemény felolvasásával. Az Operaház nagykövete Kéfer György tartott előadást Pócsmegyeren. A Rio forró románcára nem sokára fény derül, így a következő előadás tragédiába torkollik. Canio a színpadon szúrja le hűtlen feleségét, majd a segítségére siető Silvióval is végez. A jelenet és az opera Canio kijelentésével ér véget. La commedia e finita, a komédiának vége. A Bajazzókban több ária is felcsendül, melyek közül Canio énekét Pavarotti előadásában játszotta be Kéfer György. Kéfer György opera ismertetője végén az érdeklődők figyelmébe ajánlotta a Hófehérke balett előadást is, mely a következő szervezett színházlátogatás alkalmával lesz megtekinthető. Régi svábszokást elevenítenek fel tavaszkezdéskor Visegrádon, azzal, hogy a húsvét körüli időszakban tüzes fakorongokat hajítanak a Dunába, amelyhez egy-egy tréfás, sőt szerelmes rigmus is kapcsolódik. Tüzet teszünk jó nagyokat, s rászórjuk a korongokat, és mikor azok mind izzanak, készek már a doborudak. Azt a korong közepébe szórjuk, és már dobjuk is egyre. Kiki arra, s ahogy áll, ahol lakik a tetszőlány. Száll a korong messze-messze, mindnek vers a kísérete, amelyik meg falsot kapott, átkot vitt meg indulatot. Baksi Rózsi, az a szegény, hiába, hogy régen nem él, ma is csuklik, és egyre hallja, mit üzent a sok-sok sajba. Magyar László Visegrád tavaly elhunyt költőjének Sajbázás című vers részletével foglalta össze Szebeni Imre a népi hagyomány lényegét. A Visegrádra települő németek magukkal hozták kultúrájuk részeként népszokásaikat is. Sandl Lajos a sváb hagyományok kutatójának és ápolójának munkássága is hozzájárult ennek a népszokásnak a fennmaradásához. A sajbázás is az ő elbeszélései alapján vált ismerté az újabb generációk számára. Szavaival élve ez a szokás egy udvarlási megnyilvánulás. A legények ezzel fejezték ki a nekik tetsző leánynak udvarlási szándékukat. A húsvét előtti időszakban fakorongokat izzítottak a férfiak, ezt este a hegyről lehajították, miközben kiválasztottuk nevét kiáltották. Az 1950-es években még élő volt ez a szokás, de ki tudja miért néhány évtizedig megpihent az emlékezetben. Bő másfél évtizede, 1999-ben a Nemzetiségi Önkormányzat a hagyományt felújította, és hagyományőrző közösségi esemény lett belőle. Az érdeklődők Szebeni Imrétől, a sajbázás mesterétől gyakorlati oktatást kapnak, megismerhetik a hajítás technikáját, eszközeit. Hát a sajbázást fogjuk látni, vannak a sajba korongok, van a sajba vesző, és van a vetőpad. A sajba korong az kb. 15 mm vastagságú szárazfából készült korong, mint német neve, hogy Scheiben,
az azt jelenti, ez ki van fúrva, és a sajba veszőre rá lehet erősíteni. Ezt elég szilárdan, mert így le se válik, amikor meg van tüzesítve ez a korong, és a sajbapadnak csapja az ember, leugrik róla. Tehát a végéről lemegy, és elég nagy távolságot, ahogy pörög a levegőbe, tulajdonképpen egy, hogy mondjam, primitív rakétának tűnik, mert világít, mint egy csillag. Az eredeti szokás szerint húsvét előtti napokban élt ez a sváb hagyomány, amelyet a virágvasárnapot megelőző szombaton be kellett fejezni. Este 6-tól 7-ig dobálták a tüzes sajbákat, így a sötétben messzire ellátszott az izzó fénycsóva. A magaslatokról a szél messzire vitte a kiválasztott leány kikiabált nevét is. Büszke volt az, akinek a legtöbbször hangzott el a neve, aki a legtöbb korongot kapta. Az utolsó korongot pontban este 7-kor a harangszó alatt hajították el. Ez a korong eltért a többitől, mivel csillag alakúra volt faragva, és nem a kiválasztott leánynak, hanem a szűzanyának ajánlották fel, kifejezve vele hitüket és tiszteletüket. A fiatalok képzése nem csak az évente megrendezett hagyományőrző rendezvényen zajlik, táborok, kirándulások tüzeinél is gyakorolnak. Technikaórán is készítenek sajbakorongokat, amelyet a Dunaparton is kipróbálnak. Az édesapák továbbadják gyermekeiknek a fortélyokat, így a legapróbbakkal is találkozunk a dunaparti életfaszobor alatt felállított sajbapadnál. A gyermekek az izzó, röpülő korongot édesanyjuk, nagymamájuk, testvéreik nevével küldik útjára. A Német Nemzetiségi Önkormányzat nem csak bemutatja Szeben Imre segítségével a sajbázást a sváb kulturális hagyományok után érdeklődőknek, hanem vendégül is látja őket. Zsíros kenyérrel, süteménnyel, üdítőkkel, háziborokkal készültek a vezetőség tagjai. A hosszú tél után ez az első közösségi esemény, amely a szabadba szólítja a település nem csak német ajkú lakosságát, hanem minden helybélit is. Idén immár 17-szer került sor a sajbázásra, melyen Visegrád lakói a Dunaparton a tavaszt és a természet megújulását köszönték. Manapság már több ponton eltér az eredeti népszokástól a rendezvény, így megváltozott a sajbázás időpontja, helyszíne és a résztvevők összetétele is. A húsvét előtti időszakban több napon át ismétlődő szokásból mára egy estét betöltő ünnep lett. A hegyoldalról röpülő égő korongok nem a patakban, a domboldalban landolnak, hanem egyenesen a Dunába röpülnek. Ennek oka, hogy tűzveszélyesnek minősítették már a korabeli hatóságok, a csendőrség, majd a rendőrség is. A dunaparti helyszín biztonságos és hangulatos is, és ma már magyarul és nem németül szólnak a repülő korongot kísérő rigmusok, versikék. A korábban kifejezetten a fiatal férfiak tevékenységéből mára az idősebbeket és a hölgyeket is összehozó program lett, amely vendéglátással egészül ki. Kellemes közösségi program kicsiknek és nagyoknak, a sajbát dobó férfiaknak pedig szórakoztató megmérettetés. A program kapcsán Szebeni Imre elmondta, a sokszínű nemzetiségi hagyományok közül a sajbázás áll hozzá a legközelebb. Hát az a helyzet, hogy én itt nőttem Visegrádon föl, és ezt az őseim is csinálták, elődeim is, és így megörököltem eztnek a szórakozásának részét. Nem rossz dolog, mert egy kicsit virtus is, tehát erőből kell ezt csinálni, ügyességet is kíván, izomzatot, és minden is, minél jobban összetett ez a dolog, annál messzebb megy a sajba, és a lányoknál ennél nagyobb sikere van. Most pedig kérem, tekintsék meg, milyen programokat kínálnak a térségben a következő időszakban. Jótékonysági főzéssel és vásárral egybekötött családi napot rendez a Tahitótfalui Általános Iskola gyermekeiért alapítvány.
sportrendezvényekkel, népi és pompon táncházzal, kézműves foglalkozásokkal és ringatóval várják április 23-án szombaton délután 1 órától a gyerekeket és szüleiket. A vásár és a főzés bevételével az alapítványt támogatják a résztvevők. A Görgei Emlékév rendezvénysorozat következő alkalmán a Dunakanyar Görgei Artúr visegrádi évtizedeiben címmel Beszédes Sándor visegrádi és esztergomi fényképeiből nyílik kiállítás. A tárlatot április 23-án szombaton 16 órakor nyitják meg a Mátyás Király Művelődési Házban, megtekinthető június 17-ig a könyvtár nyitvatartása szerint. Állat, termény és kézműves vásárba csalogatják az embereket Tahitót faluban. Április 24-én reggel 8 órától tartják a Szent György napi vasárnapi vásárnapot, ahol a sokféle portékák mellett számos programmal várják az érdeklődőket. 10 órától rackanyájat hajtanak át a Tildy Zoltán hídon, majd lesz például bábszínház, pásztorvirtus viadal, muzsika, poronyfuvarozás és egy különleges szépségverseny, ahol a magyar kutyafajtákat is megcsodálhatja a közönség. Aki magyar népviseletben érkezik a rendezvényre, azt vásári batyúval díjazzák a szervezők. Tátrától az Ojtozi szorosig, Vereckétől Dévényig címmel kiállítás nyílik április 24-én 11 óra 15 perckor a Tahitótfali Református gyülekezeti teremben. A tárlatot megnyitja Árvavölgyi Béla református lelkész és Gészalai István helytörténész. A kiállítás megtekinthető május 8-ig minden nap 15-től 18 óráig. Ugyanaz nap, délután 15 órától kórus találkozóra várják a lakosságot a Tahitótfalui Református templomba. Következnek a hírek, még egyszer röviden. Közel 5500 nevezővel startolt Visegrádon a Nemzetközi Outside magazin által a világ legjobb akadályversenyének minősített Spartan Race. Talán csak a palotajátékok idején fordul meg egyszerre annyi ember a városban, mint az elmúlt hétvégén. A sportpálya volt a rajtcél helyszíne, amely sátorokkal, hatalmas embertömeggel és számos akadállyal telt meg. A verseny reggel az elit, vagyis a profi kategóriába nevezett versenyzőkkel kezdődött, majd negyed óránként 250 ember indult neki az extrém akadálypályának. A Spartan Race-re az ország minden területéről, sőt még külföldről is neveztek a versenyzők. A Dunakanyar települései is képviseltették magukat a versenyen. Visegrádról 3, Dunabogdányból 5, Tahitótfaluból 7, Kisorosziból 1, Pócsmegyerről 2, Leányfaluról 4, Szentendéről pedig 22-en neveztek. Visegrádon 8,5 kilométert 380 méter szintemelkedéssel és 21 akadállyal kellett teljesíteniük a résztvevőknek. A tavaszi versenynek nem kedvezett az időjárás. A versenyzőknek felázott, csúszós terepen kellett futniuk, és 9 fokos, ködös, szeles időben kellett megmártozniuk a sáros vízben. A férfiak között elsőként a szlovákiai Péter Ziska 45 perc alatt teljesítette a távot, a nőknél a bánki Gyurcsó Andrea volt a leggyorsabb, az ő szintideje 1 óra 3 perc volt. Fekete Péter, az Eszterházy János Társaság elnökségi tagja köszöntötte a megjelenteket a felvidékről való betelepítés évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen. A rendezvényre a felvidéki Léváról és Bucsról is érkeztek vendégek. Schuster Gergely polgármester beszédében kiemelte, nincs különbség fájdalom és fájdalom között. Egy felvidéki magyarnak házát elhagyni ugyanolyan nehéz, mint svábembernek visszatekinteni kőkapujából a birtokára. Az, hogy ki honnan ki, illetve betelepített, nézőpont kérdése, mondta a polgármester. Hozzáfűzte, Dunabogdány otthona és kishazája minden kitelepített, betelepített, odaszületett és beköltözött embernek. A Bucsról érkezett Mészáros Klaudia, Áprill Lajos Aranykapu, valamint Pósa Lajos a Beszögezett ablak című költeményét szavalta el a rendezvényen. Kis Beáta, a Lévai Ceglédi Péter Református Gimnázium igazgatója, a Magyar Közösség Pártja országos tanácsának és elnökségének tagja elmondta,
azért is kötelesség a megemlékezés, hogy a jelen generáció okuljon a történtekből, és a jövő emberségesebb, igazságosabb legyen. Ezt követően Vörös Ákos református lelkész mondott fohászt és áldást. A képviselőtestület döntése alapján az önkormányzat Duna-Bogdány kultúrájáért díjjal tüntette ki Varsányi Violát, az Eszterházy János Társaság díszelnökét. A kitüntetést Schuster Gergely polgármester adta át. Elmondta, Varsányi Viola 1934-ben a felvidéki Paláston született, ahonnan 1946-ban telepítették ki családját. Egy évvel később érkezett Duna-Bogdányba, ahol édesapja kántor tanítói állást kapott. Varsányi Viola az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar történelem szakon szerzett diplomát. Duna-Bogdányban, azt követően pedig a Szentendrei Ferences gimnáziumban tanított. Tevékenyen részt vesz a helyi kulturális életben, együttműködik fiatalokkal, irodalmi esteket tart, megemlékezések előadója, a Bogdányi Híradó szerkesztőségi tagja. Az ünnepség végén az Eszterházy János Társaság nevében Katona Béla és Petrik István, az önkormányzat nevében Schuster Gergely polgármester és Németh József jegyző, a felvidéki magyarok nevében pedig Kis Beáta koszorúzta meg az Erdélyből és felvidékről kitaszított magyar családok emlékművét. Végül a jelenlévők egy-egy szál virággal tisztelegtek őseik előtt. Lemondott képviselői mandátumáról dr. Rozsai Károly kisoroszi alpolgármestere. Elmondta, nagy megtiszteltetés és öröm volt számára, amikor a falu lakossága megválasztotta. Hozzátette, azért indult a választáson, mert úgy érezte, tartozik kisoroszinak és segíteni szeretne. Ezért is vállalta a feladatot úgy, hogy nem kért érte tiszteletdíjat sem. Rozsai Károly, aki hivatása szerint házi orvos, döntését azzal indokolta, hogy a rendelési idők és extra feladatok miatt nem tud elég időt fordítani a képviselői munkára. A 2014. októberében megtartott választáson a soron következő legtöbb szavazatot Vörös György kapta, így várhatóan az ő személyével egészül ki kisoroszi önkormányzatának képviselőtestülete. Az alpolgármesteri tisztség betöltéséről pedig később dönt majd a testület. Az ingyenes étkeztetések bevezetése óta a szülők nem érdekeltek abban, hogy időben jelezzék az intézmény számára, ha nem kívánják az étkezést gyermekük részére igénybe venni. Tájékoztatta a képviselőket Sajtos Sándor polgármester a legutóbbi testületi ülésen. Emiatt több mint 3 millió forint pluszköltség keletkezett az elmúlt időszakban az önkormányzatnál, annak ellenére, hogy az erre fordítható normatívát az önkormányzat megkapta. A szeptember 1-e óta bevezetett gyermekétkeztetési szabály értelmében az a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek is jogosultá vált az ingyenes étkezésre, aki olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a 89.408 forintot. Műfészekkel pótolták a Dunaipoly Nemzeti Park és a Pilisi Parkerdő ZRT munkatársai a Pilismaróti erdészet területén immár harmadik éve fészkelő fekete gólyapár fészkét, amely előző télen leszakadt. Az akció sikeresnek bizonyult, ugyanis a fekete gólyák április elején elfoglalták új, immár időtálló otthonukat. A fehér rokonával ellentétben életét nem az emberek szeme előtt élő, fokozottan védett fekete gólya kedvelt élőhelyei a nyugalmas vízfolyásokkal, tavakkal váltakozó erdős területek. A pilisi visszatéréssel ismét a hűvösebb hegyvidéki területet tisztelték meg a ritka madarak. Mivel fészekpusztulás esetén a fekete gólyák nem építenek újat, pilisi visszatérésükért a természetvédelmi őrök és az erdészek vastagabb ágakat, gajakat helyeztek a műfészekre. Múlt heti megérkezésüket követően a madarak vékonyabb ágakkal, gajakkal tették otthonosabbá az építményt. Érdekesség, hogy egy hónappal ezelőtt Gemencre is érkezett fekete gólya, amelynek fészkét webkamerán keresztül meg lehet tekinteni. A Szentendrei Rendőrfőkapitányság körzeti megbízottjai Strelecki József főtörzsőrmester, Kökény Sándor zászlós, valamint Stankóczi Zsolt főtörzszászlós a Budakalászi Idősek Klubjában tartottak előadást.
Elsősorban egyedül élő időseket láttak el olyan hasznos tanácsokkal, amelyek segítenek abban, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává. Felhívták a nyugdíjasok figyelmét arra, hogy melyek azok a bűncselekmények, amelyeket kortársaik sérelmére követnek el, és mit tehetnek akkor, ha már megtörtént a baj. Egy gól az első, egy a második félidőben. Fót 2-0-ra győzött Visegrádon a megye 3-as labdarúgó bajnokság nyugati csoportjának egy korábbi elmaradt mérkőzésén. A 22. fordulóban Tahitót falun 4-0-ás győzelmet ünnepelhetett Pilis Szent Lászlón, míg Duna Bogdány a harmad gyenge kisalag otthonában diadalmaskodott 12-1-re. A meccsen Rózsa László egymaga 9 gólt szerzett, amivel vezeti a nyugati csoport góllövő listáját, két találattal megelőzve a Pátyi Szabó Imrét. Zebegény éppen ki tudott állni Vácrátot ellen, a hazaiak az esélyeknek megfelelően 5-1-re győztek. A következő fordulóban Duna Bogdány szabadnapos lesz, Tahitótfalu Pilis Szántón lép pályára, Visegrád pedig újra hazai közönség előtt szerepel, méghozzá Sojmár ellen, április 17-én, vasárnap délután 4 órától. Zebegény Bogdányhoz hasonlóan szabadnapos lesz. A 24. körben végre a Duna Bogdányi pálya is benépesül, a nyugati csoport listavezetője Fótot fogadja, Tahitótfalu ezúttal Pátyon lép gyepre, míg Visegrádra egy Pilis Szent Lászlói fellépés vár. Zebegény ebben a fordulóban Sződ ellen futballozik idegenben. Kétszáz éve született Rómer Flóris, emlékezés egy polihisztorra címmel tartott vetített képes előadást Visegrádon Dématusz Edit régész muzeológus, aki a 80-as években a Budapesti Történeti Múzeum munkatársaként Rómer Flóris kéziratos hagyatékát dolgozta fel. Erről a Budapest régiségei című kötetben jelentek meg publikációi, adatok Rómer Flóris kéziratos hagyatékából Pest-Buda középkori történetéhez címmel. Előadásában saját kutatásairól is beszélt, amelyek a tudós születésének 200. évfordulója alkalmából ismét a figyelem középpontjába kerültek. Egy nagy formátumú 19. századi polihisztor életét és szerteágazó munkásságát ismerte meg a visegrádi hallgatóság. A Rómer emlékév fontos eseményei mellett régészeti publikálásaiból is szemezgetett az előadó. Rendhagyóan vetélkedővel zárult a program. Énekes verses műsort adtak az általános iskola tanulói Zebegény főterén délelőtt, este pedig Tomai Attila helyben élő költővel verselhettek együtt a könyvtárba látogató irodalomkedvelők. A több mint 10 éve a településen élő író, költő saját verseiből, valamint magyar és külföldi költők irodalmi alkotásaiból tartott felolvasást szép számú költészetet kedvelő közönség előtt. Tomai Attila felhívta a figyelmet arra, sokan nem tudják, hogy április 11-e nem csupán József Attila születésnapja, hanem Márai Sándoré is. Tomai Attila az alkalomhoz illően József Attila Születésnapomra című versét olvasta fel elsőként, majd a nehéz sorsú költő tiszteletére írt Fehér Madár című versét mondta el. Az est hátralévő részében magyar és külföldi költők versei hangzottak el előadásában. Befejezésként a hallgatóság soraiból is bekapcsolódtak néhányan a versmondásba egy-egy költemény felolvasásával. Kéfer György az Operaház nagykövete tartott előadást a Parasztbecsület és a Bajazzók című operákról a Pócsmegyeri Inkubátorházban. Az esemény apropója, hogy e két művet közösen tekinti meg Pócsmegyer opera kedvelő közössége. Egy milánói újság tulajdonosnak és évente meghirdetett opera pályázatának köszönhetjük a két legnépszerűbb olasz egyfelvonásos. A két darab mondhatni ikeropera, egyik legfőbb közös vonásuk, hogy mind a két mű averizmo, azaz a naturalisztikus, húsvér szereplők problémáit bemutató operák talán legnagyobb képviselői olvasható a Magyar Állami Operaház honlapján. Az előadó ismertette az operák közötti hasonlóságokat. Mindkét mű egy felvonásból áll, falusi környezetben játszódnak, a cselekmények középpontjában egy egyházi ünnep áll. A konfliktusok féltékenységből fakadnak, és mind a két opera tragédiával zárul. Tüzet teszünk jó nagyokat. Magyar László Visegrád tavaly elhunyt költőjének Sajbázás című vers részletével foglalta össze Szebeni Imre a népi hagyomány lényegét. A Visegrádra települő németek magukkal hozták kultúrájuk részeként népszokásaikat is. Sandl Lajos a sváb hagyományok kutatójának és ápolójának munkássága is hozzájárult ennek a népszokásnak a fennmaradásához.
A sajbázás is az ő elbeszélései alapján vált ismertté az újabb generációk számára. Szavaival élve ez a szokás egy udvarlási megnyilvánulás. A legények ezzel fejezték ki a nekik tetsző leánynak udvarlási szándékukat. Húsvét előtti időszakban fakorongokat izzítottak a férfiak, ezt este a hegyről lehajították, közben kiválasztottuk nevét kiáltották. Az 1950-es években még élő volt ez a szokás, de ki tudja miért néhány évtizedig megpihent az emlékezetben. Bő másfél évtizede 1999-ben a Nemzetiségi Önkormányzat a hagyományt felújította, mely hagyományőrző közösségi eseményé vált. Az érdeklődők Szebeni Imrétől, a sajbázás mesterétől gyakorlati oktatást kapnak, megismerhetik a hajítás technikáját, eszközeit. A Német Nemzetiségi Önkormányzat nem csak bemutatja a sajbázást a sváb kulturális hagyományok után érdeklődőknek, hanem vendégül is látja őket. Zsíros kenyérrel, süteményekkel, üdítőkkel, házi borokkal készültek a vezetőség tagjai. A hosszú tél után ez az első közösségi esemény, amely a szabadba szólítja a település nem csak német ajkú lakosságát, hanem minden helybélit. Idén 17-szer gyűltek össze Visegrád lakói a Dunaparton, a tavaszt a természet megújulását köszöntve. Jótékonysági főzéssel és vásárral egybekötött családi napot rendez a Tahitótfalui Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány. Sportrendezvényekkel, népi és pompon táncházzal, kézműves foglalkozásokkal és ringatóval várják április 23-án szombaton délután 1 órától a gyerekeket és szüleiket. A vásár és a főzés bevételével az alapítványt támogatják a résztvevők. A Görgei Emlékkép rendezvénysorozat következő alkalmán a Dunakanyar Görgei Artúr visegrádi évtizedeiben címmel Beszédes Sándor visegrádi és esztergomi fényképeiből nyílik kiállítás. A tárlatot április 23-án szombaton 16 órakor nyitják meg a Mátyás Király Művelődési Házban, megtekinthető június 17-ig a könyvtár nyitvatartása szerint. Állat, termény és kézműves vásárba csalogatják az embereket Tahitótfaluban. Április 24-én reggel 8 órától tartják a Szent György napi vasárnapi vásárnapot, ahol a sokféle portékák mellett számos programmal várják az érdeklődőket. 10 órától rackanyájat hajtanak át a Tildy Zoltán hídon, majd lesz például bábszínház, pásztorvirtus viadal, muzsika, poronyfuvarozás és egy különleges szépségverseny, ahol a magyar kutyafajtákat is megcsodálhatja a közönség. Aki magyar népviseletben érkezik a rendezvényre, azt vásári batyúval díjazzák a szervezők. Tátrától az Ojtozi szorosig, Vereckétől Dévényig címmel kiállítás nyílik április 24-én 11 óra 15 perckor a Tahitótfalui Református gyülekezeti teremben. A tárlatot megnyitja Árvavölgyi Béla református lelkész és Gészalai István helytörténész. A kiállítás megtekinthető május 8-ig minden nap 15-től 18 óráig. Ugyanaznap délután 15 órától kórus találkozóra várják a lakosságot a Tahitótfalui Református templomba. Kedves nézőink, ezzel a híradó végéhez értünk. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, ne feledjék, híreinket, műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a danubia-televízió.hu weboldalon. Nézzenek bennünket jövő héten is, viszontlátásra!